A szlovákiai Prievidzában 44. alkalommal rendezték meg a nemzetközi szabadfogási utánpótlás versenyt, amelyen 15 ország 256 birkózója lépett szőnyegre. A nyílsport ese először képviseltette magát a Kelet-Európa bajnokságnak is nevezett viadalon, ahol tradicionális birkózó nemzetek fiataljai adtak számot tudásukról. Ugye a Csecsen köztársaságról nem kell beszélni, hogy ott egy olyan szinten van, mint nálunk a foci a birkózás, tehát annyira támogatott és olyan jó versenyzőik vannak, de mondhatnám a moldávokat is, akik szintén erős mezőn képviseltek most a versenyen, és persze nem akarom megsérteni a északi szomszédainkat, hogy a Szlovákiából értelemszerűen többen voltak, és jobb felhozata volt, mint a távolabbról érkező egyesületeknél. A nyílsport ese színeiben három birkózó indult a versenyen, és mindhárman felállhattak a dobogóra. Kerecsanyin Regina, aki ezüstérmet szerzett, Kerecsanyin Mátyás a gyermek kettőben, 8 éves korosztályban indult, ő bronzérmet szerzett, és a Jeles Antal pedig a gyermek egy korosztályban szintén ezüstérmet szerzett. Mind a hárman éremet értek haza. Az 5 éve birkózó Jeles Antal a 44 kg-os súlycsoportban 2 túlgyőzelmet követően a döntőben szenvedett vereséget. A hármat kellett birkóznom, egyet egy moldáv ellen, egy horvát és egy szlovák ellen. Milyen erősségűek voltak az ellenfelek? Hát a moldáv az szerintem egy velem egyszintű. A horvát meg egy szlovák szerintem az nálam egy kicsit kevesebb ideje birkóznak, de attól ők is jók voltak. A nyílsport ese színeiben 25-en birkóznak, közülük 15-en rendszeresen indulnak versenyeken. A hétvégén már egy pontszerző területi viadalon lépnek szőnyegre a nyíregyházi fiatalok Kazincbarcikán, majd október közepén elkezdődnek a diákolimpiai versenyek.